Lezajlottak a kormányalakítási tárgyalások a Kotrocseny palotában. Klaus Janis azt követően hívta konzultációra a parlamenti pártok képviselőit, hogy múlt héten rekordszámú szavazattal megbukott a Kucu kormány. Klaus Johannis államfő elsőként a Nemzeti Liberális Párt küldöttségét fogadta. A konzultáláson Forin Kucu Penélé elnök azt mondta, jelenleg a Nemzeti Liberális Pártnak nincs meg a parlamenti többsége, és ez egyértelműen látszik a bizalmatlansági indítványra leadott szavazatok számából. PSD Uszere Aur többség van jelenleg, így a Penélé nem javasol miniszterelnök jelöltet, mondta Forin Kucu. Újságírói kérdése válaszolva a Penélé elnöke azt mondta, nem hajlandók egy olyan kormányban részt venni, amelynek az élén Dacian Csolos van, utalva arra, hogy az Uszere a volt technokrata kormányfőt jelöli a tisztségre. A Nemzeti Liberális Párt végrehajtó bizottságában volt egy világos döntés. Ebben az állt, hogy amennyiben az Uszere megszavazza a bizalmatlansági indítványt, nem tudunk többé együtt kormányozni az Uszerével. Ugyanakkor a Penélé egy felelős párt, és amint meg lesz a parlamenti többségünk, mi adjuk majd a kormányfőt, és nekilátunk a kormányzásnak. Arra a kérdésre, hogy melyik politikai alakulatokkal számít parlamenti többségre a Penélé, Florin Kucu nem volt hajlandó választ adni. Annyit mondott, azok, akik megbuktatták a kormányt, megoldásokat kellene javasoljanak, majd ennek függvényében dönt a további lépésekről a Penélé is. Nyomatékosította ugyanakkor, hogy a Nemzeti Liberális Pártnak ugyanaz marad a kormányfőjelöltje, azaz Florin Kucu.